Sziasztok, Vancák Vilmos vagyok, és nézzétek az NSO TV-t. Franciaország, Németország és Anglia után hazaérkezett Magyarországra Futács Márko. A legutóbb az angol másodosztályú Blackpoolban futballozó 23 éves játékos, az NBA-ben szereplő Diós Györgyt választotta, amely a legkitartóbb kérője volt a nyár folyamán. A Leicesterrel kellett egyezkednie több csapattal, és ugye Diós Győr volt a legkitartóbb, és végül tehát azt mondom, a legfontosabb nekem most ebben az évben, hogy minél többet játszok, és minél több gólt rúgjak, és ez volt a fő szempont, amit néztünk. A 196 centis támadó 7. fordulóban a Puskás Akadémia ellen meg is szerezte első Diós Győri gólját, de ahhoz, hogy már csak a futballal kelljen foglalkoznia, még néhány ügyet rendeznie kell. Annyi minden van itt egyelőre, belecsöppentem ebbe az itthoni bajnokságba, meg még félig kint vagyok. Szépen lassan lakásügy, meg az ilyen dolgok, amikor ilyenkor mennek, azok rendbe jönnek, és azt mondom, hogy onnantól kezdve sem más dolgom nem lesz, csak játszani és gólt rúgni. Futács a Blackpool előtt a Leicester Cityt és a Portsmouth-t erősítette, bár előbbi jelenleg a második vonalban szerepel, szerinte a Premier League-ben lenne a helye. Egy valami azonban közös a Rókák becenevet viselő csapatban és a DVTK-ban. Nagyon összerakott klub. Azt mondom, hogy ami bent áll a legkevesebb különbség van az, hogy a szurkolóknak a támogatása az itt is nagyon jó. Futács Márko és a Diós Győr a 9. fordulóban a kaposvári Rákóczi vendége lesz szombat délután 16 órától.